Ego. Persze, mi minden évben ilyen. Ilyet veszünk. Fenyőfa áradat itt a Kuopio Park szomszédságában, stábunk meghozta a kereskedő szerencséjét, percek alatt három fa is gyorsan gazdára talált. A vásárlók túl sokat már nem válogatnak, ők is tudják, szorít az idő, hiszen szombaton már szenteste. Ez a fiatal pár csak néhány saroknyit sétált, és már meg is találta a számukra legmegfelelőbb tűlevelőt. Azért most, mert mostantól vagyunk Szabin, meg hát ugye pár nap múlva karácsony, és hát ugye kevés ideig kell tárolni, hogyha az ember későn veszi meg. Ami alapján választjuk az, hogy legalább majdnem olyan széles legyen, mint amilyen magas. A kereskedők szerint az utolsó utáni roham zajlik már a fenyőárusoknál, pedig mint kiderült, érdemes most karácsonyfát venni, sok helyen ugyanis akciósan lehet hozzájutni bármilyen típusú fenyőhöz. Közben pedig már a Győrszol is készül az ünnepekre, december 26-ától hétfőtől folyamatosan helyezik ki a fenyőgyűjtő ketreceket, város szerte összesen 75 darabot. Azt kérik, lehetőleg ezekbe dobják majd ki a megunt karácsonyfákat, mert sajnos évek óta szomorú tapasztalat, hogy sokan egyszerűen csak kihajítják az ablakon, vagy odaállítják egy közeli park kellős közepére a fenyőtűit vesztett fát.